Június 2-án Tiszalucra is ellátogatott, mintegy 20 állomásos turnéjának egyik állomásaként Erdő Zoltán tárogatóművész, aki 6000 általános iskolás kisdiákkal ismerteti meg a tárogató hangszert. Az előadáson nem csupán a hangszert ismerhették meg a gyermekek, hanem szó szerint egy igazi történelemórán vehettek részt. És elolvashattátok az üzenete ennek a mai találkozásunknak. Az pontosan az a 125 év, ami ennek a hangszernek a 125 évét jelenti a tárogatónak. Ugyanis idén 125 éves a mi a magyarok nemzeti hangszere a tárogató. De ahhoz, hogy igazán megértsük, ahhoz a történelmet kell választanunk, és a történelemben kell egy jó nagyot ugranunk visszafelé, egészen pontosan 300 évet. Vagy még többet. A harmadik képen szintén két típusú tárogatót láthatunk, az egyik szinten egyezetben megegyezik ezzel a hangszerrel, amit a kezemben tartok. A negyedik képen pedig egy kuruc vitézt láthattok, aki a lován ül és egy ilyen hangszeren tárogatózik, játszik. Ezt a dallamot fogom eljátszani, ez a Sárospataki Könyvtárnak az egyik kódexében található meg. Mármint láthatjuk, tárogatóként van megemlítve, hogy ezt tárogatón játszották. A címe Helyrákóczi Bercsényi Bezerédi, Magyar Vitézek Nemes Vezéri. Először ezt a fanfárt mutatom meg, hogy hogyan szólhatott, és utána eljátszom azt, hogy dallamot hogyan adhatott elő ez a hangszer, egészen pontosan ezt a baloldali dallamot. Elmondható Erdő Zoltánról, hogy kiváló mestere eme hangszernek, amelynek hangja hallatán minden magyar embernek megdobban a szíve. Azok a gyerekek, akik részt vettek az előadáson, biztosan állíthatom, hogy egy olyan élménnyel lettek gazdagabbak, amire mindig vissza fognak emlékezni, köszönhetően Zoltán kiemelkedő felkészültségének és színvonalas előadás módjának. Cinka Pannának a dédapja volt egy bizonyos Barna Mihály. Barna Mihály volt az, akitől ez a dallam ered. Barna Mihály pedig nem más volt, mint II. Rákóczi Ferenc udvari muzsikusa. Aki teheti, ne hagyja ki az alkalmat, ha lehetősége nyílik Erdő Zoltán valamely előadásán részt venni.